Munkáltatók, felnőtt képzéssel foglalkozó intézmények és a civil szektor képviselői tanácskoztak július 14-én a Megyeházen a 25 év alatti munkanélküliek foglalkoztathatóságának javításáról. Nógrád megyében is elindult az ifjúsági garancia program, melynek keretében hazánk 4 leghátrányosabb helyzetű régiója kap segítséget a fiatal munkavállalók támogatására. Ezeknek az embereknek segítségre van szükségük, hiszen nem azokat a mintákat látják, nem azokat a példákat mutatták nekik, amelyek egy normális és intelligens életmódhoz tapadnak és fűződnek. Én úgy gondolom, hogy ezért nagyon fontos feladat, hogy ilyen képzések legyenek és megvalósuljanak. A program fontosságát hangsúlyozta dr. Szabó Sándor kormány megbízott. A tervek szerint 2017 végéig azokat a fiatalokat szólítják majd meg, akik legalább 6 hónapja vagy azon túl regisztrált álláskeresők a rendszerben. A jelenlegi adatok alapján hazánkban 174 000 fiatal lenne érintett a programban. Az induláskor 3 000 regisztrált fiatalnak ajánlott fel az ifjúsági garancia programba való belépés lehetőségét az érintett régiókban. Számukra egyénre szabott tervet dolgoznak ki, melyek alapján munkaerőpiaci szolgáltatásokban, bértámogatásban, oktatásban, képzésben vehetnek majd részt. Nógrád megyében a program legalább 1600 munkanélküli fiatal támogatását teszi lehetővé, több mint 1,3 milliárd forint felhasználásával.